élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol maradt? Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Víziterápia 184. részét látják. És kedves nézőink, ha megengedik, én levetem az állarcot, mert több oka is van. Részben bepárásodik a szemüvegem, nem lehet jól hallani, esetleg még hozzá is dadogok, és akkor semmi nem érthető műsorba. Sok szeretettel köszöntelek, Tibor. Vendégünk Ambrus Tibor barátunk. Be kell, hogy mutassalak, már én úgy gondolom, hogy a nézőink azért ismernek, és hát elég húzos, kemény műsort fogunk csinálni. 7 pontból áll a mai műsorunk, aminek a címe, hogy új világrend születik. És arra szeretnék megkérni, Tibor, mielőtt átadnám a szót, hogy valahogy próbáljuk meg beosztani az időt, hogy a nézőink is informálódjanak, tájékozódjanak a mi általunk vélt igazságokból, mert érdekes műsor elé nézünk. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és szolidaritást vállalok veled, Pistán. Én is leveszem, mert az az igazság, hogy tényleg maszkban se nem lehet érteni a beszédet, illetve bepárásodik a szemüveg. Én is köszöntöm még egyszer a kedves nézőket. Régen találkoztunk már. Ez a téma, amiről beszéltél, visszatérő téma most már lassan évek óta, Pistán. Az új világrend. Novus Ordo Seclorum. Igen. És ebben ugye az új világrend keretében azzal kapcsolatban szeretném, hogyha beszélnénk, illetve hát te vagy az irányító, hogy egy hackernek sikerült feltörnie a Bilderberg csoport szerverét. És 271 gigabájt anyagot sikerült neki onnan lelopnia, vagy letöltenie. És ebből ez a 271 gigabájt anyag gyakorlatilag egy 1962-es svéd Salsjöbedeni és egy 1962-es svéd Salsjöbedeni és egy 1972-es belga Knokkei ülések közt eltölti időszak megbeszéléseit és találkozóit dokumentálják. Én azt hiszem, hogy a nézők meg fognak lepődni, hogy 50-60 évvel ezelőtt a Bilderberg csoport tagjai milyen témaköröket beszéltek meg egymással, hogyan gondolkodnak évtizedekre előbbre az időben, és hogyan tervezik meg folyamatosan az emberiség manipulálását és sorsának irányítását. Mielőtt még Pistám rátérnénk, és ha megengeded, annyit beszéltünk már a nézőknek a Bilderberg csoportról, hogyha megengeded nekem egy 4-5 mondatban, azért beszélnék, hogy ki, mi ez a Bilderberg csoport. Röviden, igen. Jó. Viszont egy hozzáfűzni magam. Igen. Mégpedig az, hogy nem vagyok annyira biztos benne, hogy meg fognak lepődni a kedves nézők, mert aki tájékozott és érdekli a való világ, a körülött az zajló események, ők szerintem fogják tudni azt, hogy igenis van egy háttérhatalom, aki irányít bennünket, és ezeknek a munkája, mindegy, nevezzük annak most, munkája hosszú évtizedekre előre nyúlik, de akkor légy szíves egy pár mondatban, akkor mutass be, és akkor utána rátérünk, 7 pontot szeretnénk ma kielemezni. Ha sikerül. Így van. Na, tehát visszatérve a Bilderberg csoportról, 1950, gyakorlatilag a Bilderberg csoport 1954-ben lépett a nyilvánosság elé, nevét egy holland szállodáról kapta, alapítója pedig Bernát Holland herceg ennek a Bilderberg csoportnak. Most én korábbi információmból, illetve olvasmányom során azt annyit olvastam, vagy sejtették, hogy ez a Bernát Holland herceg igencsak náci szimpatizáns volt, tehát kedvelte, illetve támogatta a Hitler által hozott propagandát, illetve amit a náci párt sokat alkotott. Sokat tanult tőlük. Na most, ami engem meglepett még ebből a kiszivárgásból, amiről említettem, tehát gyakorlatilag amit a hacker itt letöltött,
hogy bár én régóta foglalkozom a háttérhatalom témájával, többek között a Bilderberg csoporttal is, hogy valójában a Bilderberg csoport már a 19. század végén létezett, tehát itt hivatalosan ők 1954-ben léptek a nyilvánosság elé, de már a 19. század végén is létezett a szervezet, amely Matarazze körnéven alakult meg Korzikán. Még annyit elmondanék a tisztelt nézőknek, hogy a Bilderberg csoport egy háttérhatalmi szervezet, amely tagjai a világ prominens gazdasági és politikai szakemberei és irányítói. Igen, ez fontos volt így. Na most azért is mondta el Tibor, hogy mi ki is a Bilderberg csoport, mert azért a új nézőinknek nem árt, ha ők is tisztában vannak azzal, hogy valójában kik is irányítanak, mert hát ugye, mint sokszor beszéltünk róla, sajnos ezen a bolygón a pénz, a hatalom, az Isten, és ez a hatalom sajnos az ő kezükben van. De akkor, ha ez a bemutatás, felvezetés megtörtént, akkor vágjunk bele, jó? És jó, akkor Isten, az első kérdés az, tulajdonképpen innen szemezgettük az egész anyagot, és akkor így készültünk fel. Meg kell alkotni a rasszizmus elméletét, és azt tiltó gyűlöletbeszéd törvényeket. Ezzel kapcsolatban egy pár mondatot mondaná, hogy tulajdonképpen mit is érthetünk ez alatt? Hát itt ugye mivel egy 1962-től 72-ig a két ülésszak közötti dokumentumok lettek letöltve, egészen évtizedekig vissza lehetne menni ennek a rasszizmus elméletének a kialakításában. Magyarul itt arról van szó, hogy tudatosan, folyamatosan bombázzák az emberiséget, és főleg itt a fehér ember, a keresztény fehér fajról van szó, a rasszizmus vágyával. Folyamatosan. És mivel ők nagyon jól tudják, és nagyon jó pszichológusaik vannak, és tudósok, akik az ő irányításával, a világ legjobb tudósai dolgoznak a kezük alatt, és nagyon jó szociológusok, tisztában vannak azzal, hogyha én folyamatosan propagálok valamit, és a médiában a rasszizmus nyomom, és vádaskodom, ezzel a váddal folyamatosan támadom a keresztény fehér fajt, akkor meg kell alkotni az azt tiltó rendelkezéseket is. Tehát magyarán egyfajta satuba szorítani az emberek gondolkodását. Miről is van szó pontosan? Ha nem akarunk nagyon messze menni az időben, két csoportosulás, politikai, félig meddig terrorista csoportosulás szeretnék említeni neked. Az egyik az Antifa, a másik pedig a Black Lives Matter. Lehet, hogy angolul nem pontosan említettem, de körülbelül a fordítása az Antifának, ugye a nevében benne van, hogy antifasiszta. Magyarán ők antifasisztának titulálják azokat, fasisztának titulálják azokat, akik nemzetben és hazában gondolkodnak, és nem neoliberálisok, vagy nem liberális, vagy szélső baloldali gondolkodásúak. Azok mind fasiszták. Tehát ez az Antifa nevű csoport egy nagyon-nagyon komolyan kiépített hálózat szerte a világban. A 2010-es évek elején hozták létre, nagyon komoly háttérhatalmi pénztámogatással. Máskülönben nem is léteznének. Ez az Antifa, kérlek szépen, egy egyszerű példát az Antifával kapcsolatban. Körülbelül olyan 3 hónappal ezelőtt, amikor kitört a Black Lives Matter botrány, ugye biztos hallottál arról, amikor egy drogkereskedő négert a rendőri intézkedés közben meghalt. Na most akkora cirkuszt csináltak ebből, azóta már nagyon sokan meghaltak, feketék is, meg nem feketék is,
mégis akkora cirkuszt csináltak, ebből politikai ügyet traktáltak, és ez a Black Lives Matter-nek az egyik vezetője egy 20 éves néger előadó művész, mondom a nevét, és akkor utána pont, Salamon Samuel Simeone. Salamon Samuel Simeone. Ez a Seattle-ben történt, Seattle. 20 éves fekete előadó művész, egy AK-47-es géppisztollyal és tehát az őt követő tömeggel, a rajongóival megjelent Seattle belvárosában, kérlek szépen, és ez az ember gyakorlatilag a rajongóival, illetve akik követőivel a Seattle belvárosának nagy részét lefoglalták, és autonóm szocialista köztársasággá nyilvánították. Most hozzá kell fűzni azt, hogy közben persze Egyesült Államok számos helyén voltak zavargások, ez a fekete bűnöző halála miatt. Nagyon sok helyen voltak zavargások. Na most ezek a zavargások tudatosak voltak. Tehát a háttérhatalom által kiépített hálózat meg lett mozgatva. Egyrészt, mert akkoriban már ugye 2-3 hónappal ezelőttről beszélünk, vagy 4 hónappal, közeledett az amerikai elnökválasztás, és Trump személye ellen folyamatosan lázítani a tömeget, és a rasszizmus, illetve az antiszemitizmus és kirekesztés egyéb vádakkal támadni Trumpot. De visszatérve a témához, kérlek szépen, természetesen mondom se kell, hogy a demokrata polgármester, Seattle demokrata polgármestere azonnal a felkelők mellé állt, és teljes támogatásukról biztosította őket. Na most kérem szépen, csináltak ezek az emberek? Betörték a kirakatokat, kirabolták a boltokat, felgyújtották az üzlethelyiségeket, a fehér emberektől, akik azon a városrészen keresztül mentek, ilyen adót szedtek be, most nem akarok hazudni, Údíjat szedtek be, kérlek szépen, hogy azok autonóm, szocialista köztársaságot alakítottak. Kettő, a polgármester azonnal támogatta őket. Követeléseik között volt többek között a rendőrség felszámolása, és gyakorlatilag a rendőrség és a biztonsági embereknek a megszüntetése, a mindent beleértve, akik fegyelmet és rendet tudtak volna tartani abban a városközpontban. Másnap, 2 nap múlva Máj István követelték a polgármester asszonynak a lemondását. Érted? Tehát ha ezeknek ennyit adsz, ennyit engedsz, ennyit követelnek, ha ennyit ideig elérnek, az egész karodat kérik. Tehát egy tudatosan kiépített hálózat, a Black Lives Matter, illetve az Antifa is, folyamatosan a rasszizmus vádjával zsarolják az egész világot, főleg az emberiség, a keresztény fehér emberiséget. Én komolyan mondom, tegnap teljesen ki voltam akadva. Még mindig, Pistán, a Newcastle-ről, Leicester meccs előtt, kérlek szépen, letérdeltek a játékosok. Még mindig térdepeltetik a játékosokat azért, mert kérlek szépen egy fekete bűnöző gyakorlatilag rendőri intézkedés közben meghalt, kár érte, minden életért kár. De érdekes módon, Pistám, arról milyen hallgatnak a tisztelt világmédia, a trendi, hogy néhány nappal ezelőtt egy keresztény templomban, Nizzában halálra szurkáltak 2 vagy 3 hívőt, és három hívőt, bocsánat, és a fejüket levágták a templomba. A
párizsi történelem tanárnak a fejét levágták. Szintén előtt a párizsi történelem tanárnak a fejét levágták, és arról megint úgy megkérdezném, hogy ugyan Bécsben mi történt tegnap, amely 4 halálos áldozatot hozott, ártatlan embereket legyilkoltak, ezek a főleg arab származású katonai, gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy ez már nem is terrorizmus volt, Pista. Ez már, kérlek szépen, katonai hadművelet. Amikor 5 helyen egy városba ugyanabban az időpontban elkezdenek lövöldözni és embereket gyilkolni, az már tudatos, stratégiai támadás a keresztény fehér faj ellen. Akkor kezdődik a cirkusz, és de Isten őriz, hogy igazam legyen, amikor majd a liberális körök kinyitják a garázs ajtókat, meg a raktár ajtókat, ami tele lesz fegyverre a sok migránsnak. Mert ugye nyilván ez a cél, és ez a második pont is, hogy az állandó zűrzavar, a bizonytalanságot kell szítani, és tulajdonképpen a társadalmi életünk minden területén. Tehát csak egy gondolat még ezzel kapcsolatban, ez nem akciófilm, amit a Tibor most nekünk az előbb mondott, ez a Seattle esemény és a többi, hanem ez a való világ, mert azért ilyeneket megfilmesítettek már, és a háttérhatalomnak minden célja az, hogy ugye nyilván a végcél az, hogy írtani, meg összeugrasztani az embereket, hogy Ozmány is uralkodj. Hát meg 500 millió vagy 2 milliárd közé leszaladni. Addig, amíg nem történtek meg ezzel a néger bűnözővel kapcsolatban, most már sajnos nem jut eszembe a neve, de mindegy, ha nem ővele történik meg, hanem mással vagy harmadikkal, mindegy, előbb-utóbb valami ürügyet találtak volna arra, hogy megmozgassák a hálózatot, hogy a jól képített ügynök hálózatukkal gyakorlatilag az Egyesült Államokban, világon vagy Európában, Magyarországon is létezik ez az ügynök hálózat. Nem kell messze menni, majd hozok rá példát. Kérlek szépen, az Egyesült Államokban, nem csak Seattle-ben, hozzá kell fűzni, Seattle egy gyönyörű város, az Egyesült Államokban, vagy a világon az 5. legszebb város, ugye azt szét kellett rombolni és szétverni, hanem Kaliforniába, New Yorkba, számtalan helyen az Egyesült Államokban történtek zavargások. Így van, és főleg a diákokat vonták be ezekbe a zavargásokba. Na most itt a diák szót külön kiemelném, hiszen nálunk is most már hónapok óta zajlik a színművészeti főiskolán történt események. Gondolom, te is hallottál róla, Pistám, hogy színművészeti főiskola és tanköztársaságot hoztak létre a Színház és Filmművészeti Főiskolán, a diákok sztrájkolnak folyamatosan, már hónapok óta tiltakoznak az ellen. Most én nem akarok belemenni a problémába, hogy konkrétan mi is az okuk, de szerintem most már lassan ők se tudják, hogy miért sztrájkolnak és miért csinálják ezt az egészet, de ez is mutatja, hogy milyen óriási hatalma van ennek a beépített hálózatnak, ügynök hálózatnak, és főleg mekkora hatással van a diákokra. A diákok, ugye mindig a diákok voltak azok, akiket meg lehetett mozgatni. Könnyen befolyásolni őket, nincs mint az életebből a korosabb emberek. Elmondok egy egyszerű példát, és utána visszatérünk a Színház és Filmészeti Főiskolára. Kérlek szépen, hogy nem tudom, emlékszel-e De Gaulle tábornokra? Hogyne. Na, De Gaulle tábornok, kérlek szépen, a Franciaországnak elnöke volt a 60-as évek második felében. Rengeteg merényletet kísérelt. Kísérelték meg ellene. Így van. Igen. Tehát ő nagyon szemet szúrt a háttérhatalomnak. 1967-ben Charles de Gaulle, azzal a olyan vakmerő lépése szánta el magát, hogy a Wall Street urainak üzent, illetve a Rothschildoknak, Rockefellereknek, Morganoknak,
a Jacob and Schiff és így tovább, akik gyakorlatilag a világ pénzügyi urai, hogy a második világháború idején az Egyesült Államok hadserege megőrzés céljából, hogy ne kerüljön német kézre, elvitték a Franciaország teljes aranykészletét Fort Knoxba, tudod, az Egyesült Államok arany központjába, hogy ott őrzik majd, és hát feltételezem, előbb-utóbb majd visszajuttatják a tulajdonosának. 1967-et írunk, a dollárral már tele volt a puttonya mindenkinek, akkor még nem volt olajdollár, az majd később jön, 72-73, mikor majd megkötik Szaúd-Arábiával, és a dollár előzönlötte a piacot, nem kellett már senkinek se a dollár. Hát azt mondja, így óvatosan Charles de Gaulle felemelt a kezét, hogy nem-e lehetne-e valamennyit abból az aranyból visszakapni. Következő történt, Pistám. 1967-et írtunk, 68-ban Charles de Gaulle megkapta az üzenet, a választ az üzenetére, a 68-as párizsi diáklázadásokat kapta meg ajándékba a kéréséért. 69-ben Charles de Gaulle lemondott, 70-ben meghalt. És akkor visszatérve a párizsi diáklázadásokra. Na, ez azért fontos, mert a történelem ismétli önmagát, Pista. Hát igen, a történelem most... ezek az emberek, akik a párizsi diáklázadás idején ott voltak, azok fontos székekbe ülnek most az Európai Unió biztosi, meg ilyen-olyan banki székekben, illetve az Európai Unió különböző bizottságaiban, a Vörös Dani, meg a többiek, akik 68-ban gyakorlatilag ott barikádokat építettek, meg sztrájkoltak, akiket a hálózat és a hálózat emberei megmozgatott, azok, kérlek szépen, azok az emberek most, hát akkor ugye 20 évesek voltak, most olyan, most nem akarok hazudni, 60 és 70 között, és ott élnek a jó nyugdíjas állásaikban, meg a kiemelt politikai pozíciókban ezek az emberek. Nem véletlen, Pistám. És elmondom a történetet is, és akkor átadom neked a szót, bocsáss meg, mert nagyon belebonyolódtam már, hogy miért is történt ki az 1968-as párizsi diáklázadás, mert ennek utána néztem, nem egy PhD-t elolvasnom ezzel kapcsolatban. Nem tudom, melyik párizsi egyetemen, nem akarok hazudni. Az egyik hölgy hallgató nem tudott bemenni a WC-re, mert tele volt a WC. Ugye 68-at írunk, lehet, hogy akkor még nem voltak olyan modern angol WC-k, vagy nem tudom, mindegy. Nem tudott bejutni, és elment panaszkodni a tanulmányi osztályra, és a tanulmányi osztályról kizavarták. Az volt a problémája, hogy nem tudott a WC-re bemenni. Két narkós vagy befüvezett főiskolai hallgató, mert ugye hippi mozgalom, egyebek, Woodstock, ez az időszak, ugye jellemző, látta, hogy jön kis írva ez a lány, és akkor összefogtak, vagy 100-150-en kivonultak az utcára tüntetni, egyebek, és állítólag ez volt az egyik oka a párizsi diáklázadásoknak, kérlek szépen. És mondanám a párizsi diáklázadásoknak a jelszavát, próbáld követni, Pista, jelszava, légy realista, követeld a lehetetlent. Még egyszer, Pistám, légy realista, követeld a lehetetlent. Ez volt a párizsi diáklázadás jelszava. Az előbb azt mondtam, hogy hát ugye a De Gaulle tábornok, aki igazi nemzeti vezet hős volt, így van, francia szemmel persze, meghalt, tehát David Rockefeller 101 évig élt. Így van. A Soros Győri bácsi is meg biztos jó érzi magát 90 évben betöltötte. Egy párszor még a szívét ki fogják cserélni, mert a David Rockefellernek is vagy 6 vagy 7 éveket. Így van. Betöltötte a 90-et. Hát itt tartunk, ez is megérne persze egy misét, hogy milyen szereket kapnak, hogy sokáig éljenek. De viszont lépjünk tovább, mert az idő nagyon telik. Ugye, állod, azt a témát elhagytuk, igen, tehát módszeresen alá kell ásni, ez is benne volt a Bildenbergnek a jegyzőkönyveiben,
a szülők és a pedagógusok tekintélyét, ami megint csak mondhatni azt, hogy zseniálisan működött, hogy aki keres az igazságot, a jó tanulást, a lefejezés például Franciaországban, de nagyon sok hazai példát is tudnánk erre mondani. Sikert sikerre halmoznak, persze rossz értelembe véve. Ezek olyan témák, Pista, hogy ezekről szerintem nem 4-5-10 műsort lehetne. Hát igen, igen. Jó, tehát a szülők és te, szülők és pedagógusok között. Na, pedagógusok tekintélyét. Pista, te, mint 8 családos gyermek, szülő. Te azért bizonyára láttad, vagy tapasztaltad, hogy ugye van már 30 éves gyermeked, ha jól tudom, vagy 30? 40. 40? 40 lesz a legidősebb. És van a legkisebbik? 4. Bocsánat, hogy én kérdezek, most kicsit átvettem a szerepet. Én felteszem neked a kérdést, Pistám, hogy ez alatt a 36 év alatt hogyan változott meg a pedagógusok megítélése? Csak az elmúlt 30 pár évről beszéljünk, illetve a diák, úgy szokták mondani, a diák anyag, illetve a diákok felkészültsége, viselkedése, kultúrája, és így tovább. Ilyen kérdésre nem gondolkodtam, de nagyon jó a kérdés. Mondjuk 30 évvel ezelőtt felnéztek a pedagógusra, tisztelték valamilyen szinten. A tiszteletről lehet, hogy érdemes lenne még majd egyszer beszélgetnünk napjainkban. Viszont megtanultak, tanították a gyermekeket, most nem akarok egyetlen egy pedagógus sem bántani, de napjainkban meg leadja a pedagógus talán az anyagot, és akkor kész, mehetünk tovább kívülről, ajtón kívülről, én ezt látom. Jó, lehet tévedek, akkor elnézést kérek, vagy bocsánatot is, de véleményem szerint sokat változott. Tehát a régen volt... Negatív irányban. Hát igen, tehát meg volt a, ez tanár, ez pedagógus, tehát meg volt a kellő tisztelet, a felnézés. Igen. Nem, szóval én így gondolom, vagy az én tanáraimmal. Hát én rossz gyerek voltam, lehet, hogy már szóba hoztuk egyik másik műsorra. Engem elvert a tanárom, a Lajos bácsi, akkor a pofont adott, hogy becsúsztam a pad alá, és akkor hát az nagyon rossz, és meg morogtam, meg mérgelődtem. Lehet el 10-15 év, hát lehet, hogy igaza volt. Tudod, visszatekintve, tehát más napjainkban meg hát ilyen, hogy megüti a diákot, hát akkor abból már bírósági per lesz. Tehát, így van, így van. Tehát odáig süllyedtünk, Pistám, bocsáss meg, hogy közben, odáig süllyedtünk, én, mint volt pedagógus. Én 98-ig dolgoztam, mint pedagógus, 17 évet tanítottam, általános iskolában dolgoztam, kollégiumi nevelő voltam, illetve tanítottam szakmunkásképzőben és gimnáziumban. De pontosabban szakközépiskolában, bocsánat. Na, tehát visszatérve, már az 1998 és a mostani időszak között is óriási a különbség. Eljutottunk odáig, Pista, hogy a diák megveri a tanárt. Te elképzelhetőnek tartottad azt valaha, és itt mindjárt hozzá lehetne fűzni a rasszizmus kérdéséhez, illetve a rasszizmust elítélő törvényeket, amit tudatosan azért hoztak létre a rasszizmusra kapcsolatban. A pozitív diszkrimináció, főleg itt a cigány népcsoporttal kapcsolatban. A pedagógusok kezében, évtizedek alatt kezéből hogyan vették ki a különböző eszközöket, a fegyelmezés eszközeit, és így tovább. A liberális oktatás, a liberális társadalom, illetve a liberális elveknek a gyakorlatilag az iskolákba való beszivárogtatásával. Hát a tanító lényegében korábban úgy hívták, hogy néptanító. Azt mondták a tanítóról, hogy a nemzet napszámosa. Igen. Régebben, ugye nem? Most hová süllyedtünk? Belépsz egy szakmunkásképző intézetbe, vagy valahol szakmunkásképzőbe az osztályba, és mintha egy rablóbandába tévednél? A tanár nem tudja megtartani az órát, mert folyamatosan a fegyelmezésre megy el az energiája.
Tudod, értem. Hogy mi jutott erről eszembe, hogy a mi időnk, mondjuk 45 évvel ezelőtt, ez úgy működött, hogy ha véletlen sértettük volna a tanát, vagy Isten, ez neki megyünk, hát az ember az egy életre meg van pecsételve. Napjainkban már divat is részben. Jó, menjünk tovább. Még egy nagyon fontos kérdést szeretnék felhozni, mert hát ez is évtizedek ezelőtt a jegyzőkönyvekben benne volt. Ugye, a bevándorlás elősegítésével gyengíteni kell a nemzeti identitást. Faji háborúkat kell előidézni. Kérem szépen, még egyszer mondom, évtizedekkel ezelőtti jegyzőkönyv részlet. Így van. Ezt légy szíves, magyarázd meg nekünk. Hát itt egyértelműen kitűnik az, Pistám, hogy milyen tudatosan készültek fel az emberiség irányítására, vagy hogy inkább azt mondom, hogy a kisivárogtatott dokumentumok alapján milyen szinten manipulálják és irányítják az emberiséget. Szerintem már nem évtizedek, nem is évszázadok, hanem évezredek óta. Gyakorlatilag ők félig meddig ilyen bogaraknak vagy állatoknak tekintenek minket, akiket az egyik karámból a másik karámba csak úgy átirányítanak, vagy áthajtanak. Na most visszatérve ugye a bevándorlás elősegítésével gyengíteni a nemzeti identitást. Hát ezt látjuk már lassan 5 éve. Folyamatosan készítették elő ezt az akciót. Gondoljunk csak arra, hogy a 40-es évek végétől, ugye a második világháborút követő 20. századról beszélek, 40-es évek végétől, ugye folyamatosan történtek a gyarmati felszabadítási mozgalmak. Ezek mögött is természetesen a háttérhatalom állt. Felszabadítani őket a neokolonializmus, ugye az új gyarmatosítás által, ez a neokolonializmus már nincsen bent a földrajzkönyvekbe, én még emlékszem, se a történelemkönyvekbe. Az új gyarmatosítás által hiába szabadultak fel politikailag, de gazdaságilag az anyaország markába kerültek továbbra is. És a befolyás megvolt. És a befolyásolás továbbra is megvolt, Pisten. És akkor importálták a munkaerőt. És importálták a munkaerőt, és folyamatosan a mai napig ezt látjuk. Lejárt a műsorunk. Szerintem eddig, ezt a témát folytassuk. Ezt eddig tudtunk eljutni. Hát lesz még egy-két érdekesség a második részben, de azért most megköszönöm a kedves nézőinknek a figyelmét, az érdeklődését. És talán búcsúként annyit hagy mondok, hogy nem valami szép dolgokról beszéltünk, de azért a Teremtő nekünk szabad akaratot és önrendelkezést adott. Így van. Tehát nincs miért annyira idegeskednünk, csak hát el kell gondolkodnunk, és hátadunk a teher alatt nőni és fejlődni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartott a kedves nézőink. Jó pihenést kívánunk, és a másik részben talán innen folytatjuk. Így van, teher alatt nő a pálma. Én is köszönöm szépen a beszélgetést, István, és minden jót kívánok a vízterápia rajongóinak. Isten áldja őket! Valaki mondja meg, hogyan kell élnem, apám azt mondta, ne bánts más. Valaki látta, hogy bántottalak már, valaki látta, hogy bántottál. Valaki mondja meg, miért